A D-vitamin egy különösen fontos vitamin, mivel a szervezetünkben megtalálható különböző rendszerek egészséges működésében kritikus fontosságú szerepet játszik. Más vitaminokkal szemben a D-vitamin hormonként működik, és a testünk minden egyes sejtjének szüksége van rá. Amennyiben a szükséges D-vitamin nem visszük be a szervezetünkbe, úgy megjelenhetnek a D-vitamin hiány tünetei. Az ajánlott napi bevitel általában 400-800 nemzetközi egység körül mozog, de számtalan kutatás igazolja, hogy ennek az értéknek akár a többszöröse is nyugodtan alkalmazható biztonságosan, körülbelül 2000-től 4000 nemzetközi egységig. A D-vitamin hiány tünetei igen gyakoriak, beslések szerint világszerte körülbelül egy milliárd ember vérében alacsony az említett vitaminszint. vitamin szint. A D-vitamin hiány tünetei esetében előfordulhatnak bizonyos rizikófaktorok is. Ilyen kockázati tényezők lehetnek például a sötétebb bőr, az idős kor, a túlsúly vagy az elhízás, a kevés hal- és tejtermékek fogyasztása, illetve a kevés napsütötte környezetben történő tartózkodás. A D-vitamin hiány tünetei általában nehezebben észrevehetők, mivel a tünetek jellemzően enyhébbek. Azonban, most videónkban 7 olyan jelet gyűjtöttünk össze, ami a D-vitamin hiányról árulkodhat. Azonban, mielőtt rátérnénk ezekre a pontokra, kélek ne el feliratkozni a csatornánkra! Gyakori betegeskedés. A D-vitamin egyik legfontosabb feladata, hogy megfelelően támogassa a szervezetünk immunrendszerét, ezáltal képes lesz ellenállni különböző betegségeknek és fertőzéseknek. Az alacsony D-vitamin szín nagyban hozzájárulhat a gyakoribb megbetegedésekhez, ez különösen igaz az influenzára és a megfázásra. Számtalan tanulmány már pontosan ezért bebizonyította hogy a D-vitamin nagy dózisban történő időszakos fogyasztása csökkenti a különböző légúti fertőzések kockázatát is, sőt, még a COVID esetében is hatékonynak bizonyult. Fáradtság A fáradtság szinte már népbetegségként van számon tartva, azonban ez nem azt jelenti, hogy nem lehetne vele szemben felvenni a küzdelmet. Rendszeres aktív testmozgással, egészséges táplálkozással és a megfelelő D-vitamin kiegészítésével az esetek 80%-ában igen jó eredmények érhetőek el ezen a területen. Csont és hátfájdalom A D-vitamin számos módon segíthet fenntartani csontjaink egészségét, például támogatja a kálcium felszívódását. Különböző tanulmányok már bebizonyították, sokkal nagyobb eséllyel alakul ki krónikus hátfájdalom azon egyének esetében, akiknek alacsony D-vitamin szintjük van. Tehát ha szeretnéd csontjaid és hátad egészségét megőrizni, akkor mindenképpen ajánljuk a D-vitamin rendszeres fogyasztását. Depresszió Hihetetlennek tűnhet, de a D-vitamin hiány tünetei között megjelenhet a depresszió is. De vajon mi a kapcsolat az alacsony D-vitamin szint és a depresszió között? Ahogyan videónk elején említettük, D-vitaminra a szervezetünk minden egyes sejtjének szüksége van, és ez alól nem kivétel az idegrendszerünk sem. A jelenleg rendelkezésre álló tanulmányok nem mondják ki 100%-os biztonsága, hogy a D-vitamin szerepe valóban olyan fontos lenne a depresszió gyógyításában. Azonban a betegségtől szenvedők esetében számtalan alkalommal hozott hangulatjavulást a nagyobb adag, rendszeresen alkalmazott D-vitamin Lassabban gyógyuló sebek különböző sebek, sérülések vagy műtét utáni lassabb gyógyulás szintén árókodó jele lehet a D-vitamin hiányának. Egy kémcsőben végzett tanulmány szerint a D-vitamin növeli azon vegyületek termelését, amelyek kulcsfontosságú szerepet játszanak a sebgyógyulásban és az új bőrfelületek képződésében. Egy másik tanulmány során pedig az is bebizonyosodott, hogy a fogászati műtéten átesett betegek esetében a D-vitamin hiány veszélyeztetheti a gyógyulás bizonyos aspektusait. Összességben azonban még így is elmondható, hogy sajnos nagyon kevés hiteles kutatással rendelkezünk a D-vitamin sebekre gyakorolt hatásával kapcsolatban, azonban a már rendelkezésre álló eredmények nagyon ígéretesek. Hajhullás. A hajhullás nők és férfiak esetében is igen kényes probléma lehet, és az emberek többsége igyekszik mindent megtenni a gyors hajnövesztés érdekében. Nem ritka, hogy a hajhullást azonnal a stresszel párosítjuk, azonban ha ez a probléma kórosan fordul elő, úgy akár a D-vitamin hiány egyik tünete is lehet. Az elmondottak alapján, ha jelenleg is tapasztal az hajhullást, úgy mindenképpen érdemes lehet kivizsgáltatni szervezeted D-vitamin szintjét. Izomfájdalom a különböző izomfájdalmak forrásainak megtalálása nem egyszerű feladat, azonban néhány kutatás alátámasztotta, hogy esetleg kapcsolat lehet az említett fájdalom és a D-vitamin hiánya között. Egy kutatás szerint a rendszeres izomfájdalmaktól szenvedők közel 71%-ánál kimutották az alacsony D vitamin szintet a vérükben. Egy másik kutatás során pedig a résztvevők magas dózisú D vitamin kaptak, aminek köszönhetően 57%-kal csökkentek esetükben az említett izomfájdalmak. Röviden, ha te is rendszeresen tapasztalsz a testet különböző pontjain izomfájdalmakat, akkor mindenképpen javasoljuk a különböző D-vitamin kiegészítők beépítését az étrendetbe. Összességében elmondhatjuk, hogy a D-vitamin hiány tünetei az esetek többségében enyhék lehetnek, azonban mégis jelentősen befolyásolhatják az érintettek életminőségét. Ha te is rendszeresen tapasztalod a videónkban felsorolt tüneteket, úgy mindenképpen javasoljuk, hogy egy vérvétel segítségével vizsgáltasd meg szervezeted D-vitamin szintjét. Ezzel most videónk végéhez érkeztünk, és ha úgy gondolod, hogy sok új és érdekes információval gazdagodtál a D-vitamin hiány tüneteivel kapcsolatosan, akkor kérlek ne felejts el feliratkozni csatornánkra, hozd meg bátran barátaid között is, és lájkolj minket. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk.